A Holnap Kulturális Egyesület, a Szigligeti Színház és a Várad folyóirat közös szervezésében 11. alkalommal szervezték meg a Nagyvárati Könyvmaratont. Az esemény 4 napja alatt a legújabb könyvek bemutatása mellett egy adi centenáriumi dráma kihívással is készültek a szervezők. 11. alkalommal szervezték meg a nagyváradi őszi ünnepi programsorozatot, a könyvmaratont. A szerdától szombatig tartó kulturális esemény elsődleges célja a nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhelyi és budapesti kiadók könyvújdonságainak a bemutatása volt, de a határmenti városban élő irodalomkedvelők több szerzővel személyesen is találkozhattak. Bő évtizede arra gondoltunk, hogy valami eseménnyel felhívjuk a könyveket, a figyelmet felhívjuk a szerzőkre, a könyvekre, a könyvkiadásra, a váradi értékekre, hogyha lehet így fogalmazni. Egy kicsit másképpen, egy kicsit váradiasan egy olyan hétvégét, ami kínál az irodalom mellett az egy kis színházat, időnként képzőművészetet vagy zenei programokat. Az idei könyvmaraton egy rendhagyó színházi programmal, az adi centenáriumi drámakihívással is kiegészült. 3 drámaíró vállalkozott arra, hogy a költőóriás Ady Endre nagyváradi éveiből vett mozzanatokból 24 óra alatt egy felvonásos darabot ír, amelyből ezt követően 3 rendezőnek felolvasó színházi előadást kellene készítenie a Szigligeti Színház művészeinek közreműködésével. Most valóban egy színházi különlegességgel készülünk, hiszen a drámakihívás, amin 3 szerző 24 óra alatt ír egy drámát, amelyet később 3 rendező visz színre a Szigligeti stúdióban, a Szigligeti Társulat művészeivel. Azt hiszem, ilyen vállalkozás igazán egyedülálló itt az erdélyi magyar színházi palettán, és nagyon jól mutatja azt, hogy színház és irodalom, különböző művészeti ágak hogyan tudnak együtt működni. A 3 frissen elkészült egy felvonásos darab mellett a könyvmaraton keretében bemutatták a Szabó Magda ifjúsági regényéből készült Tündér Lala című előadást is. Az Élő Várad és Gyújtópont irodalmi kerekasztalon szerzőkkel, rendezőkkel folytatott késő estig tartó tartalmas együttléteken és beszélgetéseken is részt vehettek az érdeklődők.